nagy változást hozott a július az öröklésben, ugyanis megváltoztak az öröklési szabályok. Erről beszélgetünk a mai műsorban dr. Viszkeleti Vivien ügyvéddel. Mi a változás lényege? Változtak az öröklési szabályok július 1-től. A változás lényege az, hogyha nincs fellelhető örökös az elhunytnak, akkor a belföldi ingatlanja és az ott található ingóságok a települési önkormányzat tulajdonába kerülnek. Tehát az új öröklési szabályok alapján, amennyiben az elhunyt örökhagyónak nincs örököse, a tulajdonát képező belföldi ingatlan és az abban található ingóságok már nem az állam, hanem az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat Települési önkormányzat törvényes öröklése esetén minden olyan a hagyatéktárgyát képező ingatlanon található ingódoloknál, amelynek a tulajdonjoga nem állapítható meg, vélemezni kell azt, hogy az örökhagyó tulajdonában állt a halálakor. Mi a változás célja? Az új szabályozás célja az, hogy az elhunytak ingatlanvagyonát az önkormányzatok a helyi közösségek érdekeire fordíthassák, valamint az örökséget terhelő kötelezettségek, például a jelzálók hitel teljesítése is hatékonyabban kezelhető legyen. Minden esetben kötelező örökölniük az önkormányzatoknak? Az önkormányzatnak lehetősége van visszautasítani az örökséget, amit akkor az állam, mint szükségképpen törvényes örökös örököl. Automatikusan az állam lesz az örökös abban az esetben is, hogyha az elhunytnak egyébként vannak örökösei, de mindannyian visszautasították az örökséget, például a hagyatékot terhelő adósságok miatt. Szintén az állam marad az örököse, más örökös hiányában azoknak a vagyontárgyaknak, amelyek nem számítanak az ingatlanon lévő ingóságoknak. Az állam, mint törvényes örökös, az örökség visszautasításának a joga továbbiakban sem illeti meg. Az ingatlan nyilvántartásban például szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, művelésiakban nyilvántartott területek, termőföldek, illetve a mezőgazdasági termelést szolgáló eszközök és az állatállomány, mint hagyatéki vagyontárgyak sem szállhatnak át az önkormányzatra, még más örökös hiányában sem. Ha nincs rokona valakinek, akkor mit tehet? Mindenképpen érdemes végrendelkezni annak, akinek nincsen rokonsága, amely örökölne utána. Így meg tudja előzni, hogy a hagyatéka a jogvitákat okozzon. Előfordulhat ugyanis, hogy például egy autó sorsát az fogja eldönteni, hogy a garázsban vagy az utcán parkolták el. A bankszámlák pedig nem számítanak ingatlanon található vagyontárgyaknak, de ismert olyan bírói gyakorlat is, amely a bankbetétet mégis annak minősíti, ha az örökhagyó a lakásban tartotta a betétkönyvet. Az élettársak öröklésével mi a helyzet? Kifejezetten sérülékeny helyzetben vannak az élettársak, mivel nem törvényes örökösei egymásnak, ha nincs végrendelt, akkor az önkormányzattal szemben még azt is bizonyítania kell a túlélő élettársnak, hogy a saját személyes tárgyai, például a ruhái, könyvei, amelyek az örökhagyó házában voltak, nem tartoznak a hagyatékhoz, és azokat nem az önkormányzat örökli. Mit tanácsol annak, akinek nincs rokona, hogy a vagyonáról hogyan rendelkezzen? Akinek nincs rokonsága, mindenféleképpen érdemes végrendelkezni a vagyonáról. Végrendeltében mindenki szabadon rendelkezhet, szabadon eldönthető, hogy kire hagyja a vagyonát. Egy barát, egy keresztgyerek vagy egy karitatív célszolgáló egyesület, civil szervezet javára is lehet végrendelkezni. Végrendeltet többféleképpen akár kézzel írva is lehet készíteni, de aki biztosra szeretne menni, hogy valójában ahhoz kerüljön a vagyona, akinek szánta, érdemes szakértőhöz, közjegyzőhöz vagy ügyvédhez fordulnia. Egy végrendeltnek ugyanis szigorú tartalmi és formai követelményeknek kell megfelelni, és elég egy apró hiba, hogy érvénytelen legyen. A közjegyző és ügyvédi okiratba foglalt végrendelt további előnye, hogy a végrendelkezés tényét bejegyzik a végrendeltek országos nyilvántartásába. Ez garancia arra, hogy biztosan előkerül és figyelembe veszik a hagyatéki tárgyaláson. Ezáltal a végrendelkező akarata érvényesül. Köszönjük szépen a tájékoztatást! Szívesen!